Sziasztok, én Erázs vagyok, ez pedig itt az Erázs Könyvtára csatorna. A mai alkalommal megmutatom nektek, hogy milyen könyveket olvastam októberben. Októberben 10 könyvet sikerült elolvasnom, ezek közül voltak rövidebbek, hosszabbak, illetve olyanok, amelyről már külön videó készült, így ezekről a könyvekről csak keveset fogok beszélni. De nem is húzom tovább a szót, kezdjünk is neki, és mutatom az első könyvet, amit olvastam. Az első könyv Tormai Cecilnek a Régi Ház című regénye volt. Ez a regény azért is szerepelt már nagyon régóta a listámon, mivel Tormai Cecilt emiatt a regény miatt jelölték irodalmi Nobel-díjra. A történet egy családról, az Ulving családról szól, és az ő elszegényedésükről, illetve a századfordulón élő különböző társadalmi rétegek életének változásáról, a gentry korszakról. Szerintem egy különlegesen jó olvasmány, nagyon-nagyon szép hasonlat, ahogy a szerző magát ezeket a régi nagymúltú dinasztiális családokat egy régi házhoz hasonlítja, ami lassan elveszti az értékét, és utána a kőművesek csak szétbontják ezt a házat. Erről a könyvről kicsit részletesebben írtam a Mojon és az Instagramon, hogyha érdekel benneteket, akkor olvassátok el. Számomra egy nagyon-nagyon jó olvasmány volt, gyönyörű szépen fogalmaz Tormai Cecil, úgyhogy én sok szeretettel ajánlom ezt a könyvet. A következő könyv, amit szerettem volna elolvasni, Erdős Renének a Végzetes Vonzalom. Ez a könyv viszont sajnos nem nyert el a tetszésem, ha jól emlékszem, 2,5 csillagot kapott. Ez a 20-as években játszódó történet egy bárónőről szól, aki szerelmes lesz egy egyszerű orosz szolgába, és aki a családjánál dolgozik. A kettejük szerelme nem tud normál esetben beteljesedni, nekem igazából a főszereplőnővel volt gondom, a Clarice bárónő alakja nem igazán volt kidolgozva, nagyon felszínes volt, kicsit a férfi alakok is gyengék voltak, én úgy éreztem. Igazából az egész regénnyel az volt a problémám, hogy olyan, mint amikor bizonyos női szerzők tapasztalatok nélkül próbálják elképzelni azt, hogy a férfiak hogyan reagálnának egy-egy dologra. Talán egy kicsit a könyvön a záró rész segített, az egy kicsit a realitás felé terelte. Megjelenik a könyvben egy érdekességként egy ilyen filozófikus szál, amely sem vallás történetileg, sem pedig korban szerintem érdekességként került bele valószínűleg a regénybe. Fölöslegesnek tartottam, sok helyen unalmas volt a könyv, én nem gondolnám, hogy egy korszakalkotó regényről van szó. Igazából, ahogy beszéltük pont Tamással is, hogy Erdős René a korszak miatt volt érdekes, és az írásai nem mindig túl jók. Most úgy érzem, sikerült kifognom egy kevésbé jól sikerült regényét. Valószínűleg még fogok olvasni a szerzőtől. Hogyha már olvastátok, akkor írjátok meg nekem, hogy nektek, hogy tetszett ez a történet. Következő könyv, amiről beszéltem már részletesen, ez pedig a Szívek szállodája. Szeretlek, te idióta, ez egy második kötete, Szívek szállodája a sorozathoz készült kis könyveknek. Ezt ugye nem az Amy Sherman Palladino írta, hanem a forgatókönyvből állították össze. Egy nagyon kellemes kis olvasmány. Erről a könyvről is részletesen beszélek a Női Barátságok videóban, hogyha gondoljátok, akkor nézzétek meg. Következő könyv, Böszörményi Gyulától a Hullaház és Skandallum. Ez egy recenziós olvasás volt, nagyon-nagyon vártam a könyvet, egy teljes videót szenteltem neki, úgyhogy akit érdekel, be fogom linkelni
az infoboxba, és nézzétek meg azt a videót. Szerintem szenzációs, fáj a szívem, hogy így zárult le a sorozat, de ez az, amit nem tudhatok senki sem előre. Következő könyv, amit szerintem velem együtt szintén nagyon sokan vártunk, Sarah James Crescent City sorozatának második része. Erről a könyvről is van egy teljes videó, amit szintén be fogok linkelni az infoboxba, mert szintén egy recenziós olvasásról van szó. Nekem nagyon tetszett, egyetlen egy dolog miatt vontam le fél csillagot, és pedig az a tény, hogy 2 évet kell minimum várni, amíg ennek a történetnek a folytatása megjelenik. Hogyha gondoljátok, nézzétek meg a videót, nekem nagyon-nagyon tetszett ez a könyv. Még ebben az évben szeretném elolvasni a Árnyék és csont Grisha trilógiának mind a 3 részét. Most az Ostrom és vihart olvastam el. Lesz róla majd külön részletes kibeszélő. Most annyit mondanék erről a kötetről, hogy sajnos nem varázsolt el annyira, mint az első kötet. Itt már túlságosan úgy érzem, hogy el van húzva a történet, és ami nekem nagyon-nagyon hiányzik, hogy továbbra is egy szemszögből látunk mindent, és az Éjúr lelkébe, gonoszságának forrásába nem látunk bele, ami szerintem elengedhetetlen lenne egy ilyen könyv sorozatban. Írjátok meg nekem, hogyha már olvastátok, vagy ha már olvastátok a kiegészítő kötetet, vagy a hozzá kapcsolódó másik 2 kötetet. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Tovább fogom természetesen olvasni a teljes sorozatot, és ahogy elolvastam mindegyiket, be fogok nektek róla számolni. Ha már egy kicsit az enyhén oroszos vagy Oroszországra hasonlító témáknál vagyunk, akkor idehoznám a Világszép Vasilisza című könyvecskét. Ez egy csodálatosan szép mesekönyv, fantasztikus illusztrációval. Beszéltem is róla a második Csabai könyvőrze videómban, ahol sikerült ezt a könyvecskét megvásárolnom, ami nekem csodálatos volt, ugye végigolvastam ezeket a meséket, amelyek gyerekkoromban annyira tetszettek nekem. Ismételten nagyon-nagyon jó élmény volt, csodálatosak az illusztrációk is, és ami fantasztikus, hogy számomra az egyik kedvenc fantasy regény sorozatomhoz, az Északi erdő legendájához tudnám kapcsolni, ahol a főhős szintén Vasilisza. Nem másolása ezeknek a történeteknek természetesen, csak az orosz mese és mondavilághoz kapcsolódik. Nagyon-nagyon szeretem ezt is, és azt a sorozatot is. Sok szeretettel ajánlom, ha még be tudjátok szerezni, bár én úgy tudom, hogy egy kiadása volt csak, 83-ban talán, szerintem ez egy csodálatos ajándék, már csak az illusztrációk miatt is. Mindenképpen érdemes elolvasni. A következő könyvet igazából szórakozásból olvastam el, egy nagyon aranyos kis történet volt, ez pedig a Kezd élni Chloe Brown. Ezt a könyvet én Borkánnál láttam, szerintem nagyon aranyos kis történet. Elsősorban dundilányoknak ajánlanám, nagyon-nagyon jó volt olvasni ezt az egész könyvet. Chloe Brownnak van egy különleges betegsége, ami miatt nagyon sokszor a 4 fal közé kényszerül, és emiatt nagyon-nagyon sok dolog kimarad az életéből. És egyszer elüti majdnem egy autó, és utána eldönti, hogy lesz egy lista, amit ő végig szeretne csinálni, és amelyeket mindenképpen meg akar élni még ebben az életben. Nagyon-nagyon jó kis könyv, egy délutáni kikapcsolódásnak szerintem tökéletes. Én nagyon-nagyon szerettem, bár a folytatásait már nem valószínű, hogy megvásárolnám, de attól függetlenül én ezt a kötetet mindenkinek szeretettel ajánlom. Következő könyv, amit októberben olvastam, az a Sült zöld paradicsom volt Fanny Flecktől. Ez már egy nagyon-nagyon régóta várt regény volt, sokáig kerestem ezt, és végül antikvár példányként sikerült beszereznem. A női barátságok videóban jóval többet fogok róla mondani. Számomra egy csodálatos olvasmány, 30-as, 40-es évek Amerikájában játszódik, és nagyon-nagyon sok vicces, és nagyon sok szívfacsaró rész is van benne. Imádtam a szereplőket is, azt is, hogy több szálon fut a történet. Rettentően jó olvasmány, szórakoztató,
és felüdülés volt olvasni. Én mindenkinek szeretettel ajánlom, és hogyha egy kicsit többet szeretnétek róla tudni, akkor a női barátságos videómat nézzétek meg, mert erről a könyvről is bővebben beszélek. És az utolsó könyv, amit októberben olvastam, az pedig Donatella di Pietrantonio, a visszaadott lány. Ez egy csodálatos könyv volt, nagyon-nagyon magával ragadó, olyan fantasztikus stílusban ír a szerző, hogy egyszerűen nem tudom letenni. Nem tudok szabadulni a szereplők világából, egy húzamban olvastam végig ezt a 220 pár oldalt. Csodálatos élmény volt, nagyon keveset tudunk a főszereplő lányról, aki a mesélő, még a nevét sem, csak annyit, hogy ő a visszaadott lány. Mégis ő, akit igazából senki sem tartott számon, és senki sem akart, ő lesz az egyedüli kapocs a második részben. A családban megmaradt emberek életében, és ő menti meg a családot attól, hogy véglegesen széthulljon. Számomra egy csodakönyv, rettentően mély lélek ábrázolása. Ez a könyv is Olaszországban játszódik, ahogy Elena Ferrante regényei, bár ellentétben azzal ebben a könyvben inkább a mély lelki ábrázolás dominál, jóval kevesebb háttérinformációt tudunk meg az adott országról. Mégis lelkileg egy nagyon-nagyon hiteles tükörképet ad. Ez volt hát az a 10 könyv, amelyet októberben olvastam. Hogyha valamelyiket már olvastátok, akkor írjátok meg nekem, mert mindenképpen kíváncsi vagyok a véleményetekre. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Én Erázs voltam, hogyha tetszett a videó, lájkold és iratkozz fel a csatornára. További szép estét, és nagyon sok jó könyvet kívánok!